Na itt hagytuk abba az előző részben. Jaj, fejemre száll egy űrhajó. Itt ilyen jópofa hajók szállnak le, kár, hogy ezeket nem lehet ellopni. Jó, mondjuk nem, mintha az enyém szar lenne. Jaj, kifogyott a power. Hát igen. Nem kell. Szóval, hogy itt hagytuk abba, hogy ez a Akala, vagy Akila, vagy Kakirako Village, vagy nem tudom mi ez. Mindjárt nézem. Akila City. És hát ide elég sok questem van, elvileg. És azokat szeretném szépen bedarálgatni. Ez már marhára szimpi, tehát igazából ilyen... picit voltam itt is, csak egyszer-kétszer leginkább azért mellett tartóztattak. Itt is úgy tudtam eljönni a börtönbe, hogy visszaszereztem mindent. Viszont ez a pont homlok egyenes talnak az ellenkezője, amit a legelején mondtam a New Atlantisról, hogy ilyen nagyon üres és steril volt. Ez ilyen retek mocsok putri, de viszont szerintem rohadt jól néz ki. Tehát kb. Egy ilyen Star Wars féle űrkikötő. Most mondjuk este van, napközben egy picit jobban néz ki, majd mindjárt leülök egy padra, valahol azt várok, hogy nappal legyen. Még a Neon City is jó, tehát egyébként egész sokféle típusú város van. A Neon City az ugye így az űrben van, cirka egy ilyen... olyan, mintha csak egy ilyen szatellit lenne, tehát egy ilyen űrállomás. Zömében zárt területen van, és csillog, villog, tiszta, neonfény, meg minden, de azért az is egy kicsit retek, ez viszont extra retek. Na mi van itt? Ó! Ezek épp bakrablók, vagy mi? Le kéne őket lőni? Nem, ez security. Akkor... segítünk, srácok! Hostages? Túszok vannak? Na, akkor valami... atak van itt. Öcsi, segítek, jól látom, gagyik vagytok. Nem ismersz, majd megismersz. Te vagy a Ranger? Texas Ranger? Ja, azt mondtam az előbb is. I wish I could say you were wrong, but I'm back. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. Bankrablás túlszejtés. Ez a szakterületem. Jó, engedjetek oda, jó, megoldom. Tudok beszélni velük, értek a nyelvükön. They won't talk to me. Jó, én megyek, beszélek velük szívesen. Meggyőző képességem is jó, meg a tűzerőm is egész jó, úgyhogy szerintem meg tudom oldani. Na. Oké. Hát azért nem vagyok benne biztos, hogy nem akarom én ezeket lelőni. És akkor így bejövök és beszélgetünk? Jó, mentettünk egyet azért. Hogy kell veletek beszélgetni? Ja, itt. Aha. Hey, Jocsi. És mit akarsz? Tudom, egy helikoptert, meg 100 millió dollárt. Jó, Istenem, ki kéne nyírni őket, de félek tőle, hogy túl jó a meggyőzőkém. Na nézzük. Húha, nem könnyű. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemény. 3 megvan. Hát itt kénytelenek vagyunk kockáztatni. Hát ez nem nyert. Ja, és most még nem töltődött fel ez az autó meggyőzőkém, bakker. Egy esély? Oha! Na. Ez ilyen 19-re lapot húztunk. Ja, és akkor most még csak azt értük el, hogy beszélhetünk? Hát rohagyd már meg. Persze, hogy ne, hát simán elmehetsz. Nem foglak hátba lőni. Öcsi, csak egy kis ablakot hadd találjak, ahol belevek. Na, hát még egy meggyőzés. Azért meglepődnék, ha ez is sikerülne. Úgy, úgy, persze, hogy nem. Ha-ha!
Na, megnéztem őket a megadásról. Ne viccelj. Dekár, pedig egy jó kis tűzharc azért az... kedvemre való lett volna. Na gyertek ki. Nem foglak bántani, és köszönöm. Srácok, elrendeztem a helyzetet. Kicsit erősen nyitunk a városban. Hello. Egész éjszaka tárgyaltam, elkezdett ki világosodni. Nyugodtan kinevezhettek az új Rangernek. You've more than earned this. You got us out of a tough spot. You did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. Bizony. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. Hát mondjuk New Recruitnak nem feltétlenül lehet nevezni, hogy csípőből megoldottam a problémát. Most ezek a túszok, akiket elengedtek? Hol vannak a bankrablók? Na jó van, örülj neki. Te bankrabló vagy? Ja, csak simán bemegyünk. Most mi történt velük? Elpárologtak? Ja Istenem, de jó lenne ledurrantani. Mentsünk egyet, jó? Nézzük meg, mi történik akkor. Bár mondjuk nagyon korrekt módon megadja magát. Igen, és most mindenki ellenem van? Az egész település? De miért? Ez egy bűnöző volt. Na jó, hát akkor nem ez a helyes út. Úgy érzem, hogy ezt nem kellett volna. Na jó, hát szóval nem durrantjuk le szegény bankrablót. Te most akkor itt így állunk és várunk? Gondolom ez majd úgy fog eltűnni ez a jelenség, hogyha én elmegyek valahol valami más csinálok. Minden esetre megoldottuk a kérdést. Jó, akkor öreg, te nem adsz valami jutalmat? Megmentettem a bankodat. Mondjuk feltörhetem a termináljaidat, de mondjuk most már ehhez nincs kedvem, mert ezekben ilyen 5-7-800 pénz van. Az most már azért nem feltétlenül az az adag, ami nekem kellően kifizetődő, hogy ott szöszögjek a termináltöréssel. Na, hát elvileg kell jelentkeznem akkor újoncnak. Ugye 875. szervezethez is csatlakozzunk. Töltényvásárlás. Minden szart megveszek mindig. Annyiféle fegyverem van már, hogy kb. Ennyit muszáj lett, is hirtelen 27.000 pénze. Jó, hát az űrhajomban azért van szajré bőven. Jó, hát kicsit körbenézek a településen, és felfedezem, hogy mit kell itt csinálni. Na hát, bejöttem a Rangeröknek a főhadiszállására, és ezzel az Emmával beszéltem. Csatlakozhatok a Rangerökhez, hogyha legalább egy küldetést megcsinálok, azt mondja, hogy szerencséje bárkinek lehettetek, és segítettem ebbe a túlszejtős szituációban, de legalább egy küldetést teljesítsek. Ott van az a terminál, ott fölvettem 4 küldetést is, úgyhogy majd mindjárt elmegyek, ezt ezeket lezúzom. Elvileg ezek a küldetések. És... ez is marha jól néz ki egyébként ez a hely, tehát itt leszaladok ide, ugye az ilyen jellegű filmekben is, az ilyen vidéki krimókban ilyen rohadt nagy medve szokott lenni, hát itt egy ilyen rohadt nagy szörny van. Nagyon tetszik, tehát nagyon jól néz ki az egész, kicsit koszos, itt-ott árnyék, kicsit füstös, jó a dekoráció, mindenféle szörny, szóval olyan, mint egy ilyen modernkori kocsma. Nagyon poén, úgyhogy elvileg ott is jön be a gőz, elvileg csatlakozom hamarosan ezekhez is, és akkor most már nem tudom, a United Colonies-nak is vagyok a rendőre, akkor annak a titkos űr-CIA-nak is a tagja, közben a kalózokhoz is csatlakoztam, most már ezekhez is, úgyhogy egy néhány frakcióval jóba vagyunk. Kicsit azért azt gondolom, hogy ezek normál esetben ütik egymást, de hát itt ezek szerint nem. Vagy legalábbis annyira nem, hogy ez problémát okozzon. Úgyhogy megyek, még körbefutok a városban, és aztán utána gyorsan ezt a néhány küldetést megcsinálom, vagy legalább egyet, hogy csatlakoztassak a Rangerökhöz, és akkor innen is folyjon be némi küldetés, meg pénz. Na hát azért nem mondom, hogy ez olyan nagyon korrekt
ez a dolog, mert hogy amit kaptam küldetést, az konkrétan a világ végére szól. Tehát elvileg abban a városban viszonylag hamar el kellett volna jutnom. Mondjuk én jó sokat vacakoltam, az egy dolog, de ide. Tehát azért ez ilyen 65. szintű, és eléggé itt a cucc szélén van. Itt én még nem is voltam soha. És itt kéne elvileg megmentenem ezt a jó embert valahol. Valahol itt. Egy túszt. De hogy hol, azt nem tudom. Úgyhogy hát szimpatikus. Tehát itt ismét örülök, hogy... Ismét örülök, hogy egy kicsit overkill vagyok, mert akkor én most ide el tudok ugrani, és ezt meg tudom csinálni. És nem kell most akkor ezt, nem tudom, két hetet játszanom, hogy legyen lehetőségem. Mindjárt megnézem, hogy ez melyikbe lesz a kettő közül. Szerintem itt. Na hát keresem én itt a leszállt űrhajókat, de nem találom ezt a Freestar Renegade 3-at, hanem Longsword-öt találok. De ennek ellenére úgy nézem, hogy ezek nem annyira jó arcok. Hát odafutunk, az kiderül. Most se tudom, hol a bejárat általában. Ez nem pici azért annyira ez az űrhajó. Meg ezek mondjuk nem támadtak meg, és olyan nagyon értem. Mondjuk szerintem fullon van valószínűleg az űrhajó készletem, bár nem biztos, lehet, hogy most pont nem, mert adtam egyet-kettőt. Hát szóval meg kell keresnem. Tehát ez valamilyen űrhajón van fogva tartva, viszont űrhajót nem találtam itt a légkörben, tehát azért gondoltam, hogy ez leszállt valahova, viszont leszállva meg nem találom sehol. Úgyhogy... Az egy dolog, hogy eleve magas szintű terület, tehát csak úgy nem lehet könnyen ide jutni, de attól függetlenül még vadászni is kell ezt a jó embert. Mert nem csak úgy heverészik valahol, aztán elhozzuk. Azért a biztonság kedvére, ha már erre jártam, ezt a hajót is elloptam. De az még továbbra sem tisztázott, mik ennek a képességei. Jól néz ki. Ez elég vagány. Szerény teherfoglalásom volt a hajomba, 7300, ez meg 300. Én egyszerűen nem is értem ezeket a hajókat, komolyan mondom, ilyen teherbírással. Tehát ez teljesen nonsens, hogy egy űrhajóban kevesebb az inventory, mint kb. A karakterembe. Tehát ez nagyon csinos, csak így nem ér szart se. Na jó, hát próbáljunk meg visszatérni. És az a baj ilyenkor, hogy nem tudok visszaváltani az űrhajomra. Tehát le kell szállnom majd valami olyan bolygóra, ahol van némi hajókikötő, és ott tudok csak visszaváltani. Úgyhogy megpróbálom ezt megkeresni azért, hogy ez előkerüljön, ez az illető. No, hát visszatértem. Az előző képkockákhoz képest, hát jó pár nap eltelt, nem volt se időm, se lehetőségem haladni. Viszont meg én megcsináltam egy jó pár mellékküldetést. Néha ilyen elég beteg dolgokkal találkozik az ember, el kellett mennem egy bolygóra, és ott valami nem volt teljesen tiszta számomra, valami klónozásos hadművelet során, de mindenféle érdekes fazon, ilyen Franklin Roosevelt, meg Genghis Khan, meg Wyatt Earp, meg ilyen fazonok voltak, meg mit tudom én, Kleopátra hercegnő. Szóval, hogy azért úgy nem biztos, hogy minden pillanatban teljesen tiszta elmeállapottal készítették a fejlesztők a játékot. Lehet, hogy némely alkalommal mondjuk egy hollandiai coffee shopban találták ki, hogy hogyan tovább, és akkor így bevillant egy-két ilyen Genghis Khan-os ötlet. Na mindegy, visszatértem a Krimóba, és elvileg nem egyet, vagy hármat megcsináltam ezekből a küldetésekből. Úgyhogy rohadtul teljes értékű tagja lehetek elvileg ennek a Ranger Clubnak. You did what I asked, so. Még annál többet is. Follow me. Ott kezdtem a Marshallnál. Na menjünk csak, pörögjél, mert nem érünk rá. Hát ez vicces! Ugye a henteseknél szokott lenni. Mindenhol vannak ilyen gegek egyébként, ez jó pofa. Henteseknél szokott ilyen lenni, hogy így az állat része, ott van egy sertés, meg egy marha, és föl vannak jelölve, hogy melyik rész micsoda.
Itt meg egy ilyen szörnybogárnak voltak a testrészei. Sok helyen vannak ilyen apró poénok, egyébként ez tetszik. No, itt is egy fegyverújság. Mondom, nem tudom, hogy ezek feltétlenül még aktívak-e és működnek-e vagy sem, mert nagyon sok ilyet felszedtem már. Do you pledge to defend the people of the Freestar Collective? Hát eddig nem úgy tűnt. Even if it means risking your own life? Hát erről szól az életem. Good. Here, take these. You're now a Freestar Ranger deputy. I'm assigning you to Ranger Wilcox for some field training. Listen good to what she tells you. Field training, öreg. Welcome aboard. Kicsit el vagy tévedve. Nekem már olyan nem kell. Kaptam uniformist, kaptam sapkát, vagy kalapot. She says someone's trying to take a farm and she's afraid she might be in danger. Jó, hát gondolom, akkor most megint itt is elindul egy rohadt hosszú történetszál és sok-sok melléküldetéssel. That being said, best not to assume anything. Just try to keep an open mind. Grab any supplies you might need and let's get going. Na, ez jól hangzik, hogy vegyek föl minden felszerelést, amire szükségem van. Mindenre szükségem van. Honnan tudok felvenni? Ja, itt megint valami lopás, valami nem. Na jó, hát körbenézek, és most elvileg már... Ja, de várja, nézzük meg, mit kaptam. Elvileg fölvehetem a... Kaptam egy fegyvert is? Wow! Az nem is olyan rossz. 171 sebez, csak így alapból. Tele van mindenféle bővítménnyel. Fú, azért ez gizdán néz ki, tényleg. Mivel tudjuk megnézni közelebbről. Ez nagyon vagány, ez olyan, mint egy ilyen régi Coltnak a modern változata, ilyen űraddonokkal. Nagyon jól néz ki, eskügy, ezt lehet, hogy használni fogom. Mondjuk gondolom olyan hangja van, hogy beszarás. Na majd elvisszük, és egy kicsit próbálom upgrade-elni, még sebzés szinten, meg esetleg, hát nem tudom, megnézzük, hogy hangtompítót enged-e. Van nekem egy pisztolyom, amit jelenleg használok. Picit több fegyvert tettem az inventoriumba, és igazából már korábbi videóban mondtam, most éppen ez a... Ja, nem rossz, igen, 235. Csak ez legendary. Korábban egyszer volt az egyik ruhán egy olyan addon, hogy az elrakott fegyvereknek valami, mit tudom én, 75%-os súlycsökkentése. Azért nem hordok magamnál igazából sok fegyvert, mert rohadt nehezek. Ez is 7-20, ez a sniper 12, tehát rengeteget levesz az inventorimból. Mert egyébként már egy csomó olyan ilyen legendary, meg epic, meg rare fegyver van a házamban, a főhadiszálláson, abban a végtelen szekrénybe, amit egyébként szívesen vinnék magammal, csak ezért nem viszek, mert sok helyet foglal. Úgyhogy arra várok azóta is, hogy találjak újra egy olyan vállalható űrruhát. Ezeket jellemzően engedi elvenni tőlük, és ezeket elég jó pénzérrel is lehet adni. Szóval, hogy ami rajta van, az az addon, mert egy-két esetben találkoztam csak vele, de kb. Minden egyéb szempontból rohadt szar volt az az űrruha. És azt utálom egyébként, hogy ez egy picit fájdalmas, és bízom benne, csak hát akkor már lehet, hogy nem fog vele játszani az ember, hogy ezt majd upgrade-elik, vagy pecselik, vagy nem tudom, vagy DLC-vel lejöhet, hogy szerintem igenis szükséges lenne, legyen rohadt drága, legyen brutálisok nyersanyag igénye, de ne csak ezeket rakhassuk rá erre a cuccra, hanem mondjuk legyen az, hogy szét kell ütnöm legendary fegyvert, tehát így encsantolás, vagy mit tudom én, amin vannak ilyen képességek. És akkor azt tanulhassam meg, vagy legalább a három közül az egyiket. És akkor valamilyen úton, módon hadd tanuljam már én meg ezeket a feature-öket, és akkor, hogyha rákasztolok egyet, kettőt vagy hármat egy fegyverre, akkor az legyen rare, epic, meg legendary. És akkor összetudnék rakni magamnak egy olyat tényleg combosabban, amire szükség van, mert jelen pillanatban ezeket teljesen random módon dobálja rá a fegyverekre, és ez így nekem olyan nagyon nem jön be. Na jó, hát akkor még itt kicsit mászkálok a városba, és aztán hát eléggé megcsappantak most már a mellékküldetések. Ugye én most nyilván, tehát ezt nem találtam meg ott. Egy űrhajót jelöl, hogy azt keressem meg, nem találtam meg. Ez az a küldetés szál, amiben már egy kicsit így belesorvadtam, mert így beszéltem Franklin Roosevelt-tel, beszéltem Genghis Khan-nal, beszéltem nem tudom minden ilyen... Mondom, volt valami, nem Wyatt Earp, lehet, hogy nem Wyatt Earp volt, hanem, de valami Western hős, azzal is beszéltem. Szóval picit úgy voltam, hogy most viszonylag kevés izét, tudatmódosítót szedtem be, tehát ez most egyelőre elég lesz. Ezt nem találtam meg sehol, tehát lehet, hogy egy későbbi fősztorihoz kell haladnom valamivel, hogy ez megnyíljon.
ezt most ő ugye akkor adta nekem, hogy ezt csináljam meg, és akkor mellette van, hát ez egy ilyen mellékültetés, ez nem volt idegrendszerem, ott abban a Paradiso Hotelbe kell, vagy Paradiso Hotelbe kéne elveszett tárgyakat találnom, hát majd egyszer, ha ráérek. Ezek ilyen kalózküldetések, ezzel is kell majd haladnom, ez a United Colonies-nak ez a rendőr, vagy nem tudom milyen szál, és akkor innen jönnek már egy kicsit fontosabbak. Na, ezt még majd itt meg kell csinálnom, ez is ide, tehát most ezt akarom megnézni ide a városba, szerintem szól még egy pár. Legendary Ship, azt hiszem ezt se találtam, tehát ide is elmentem és nem találtam. Fősztorival leszek kénytelen haladni. Ez csak egy tök mellékküldetés, hogy csajnak kell állandóan új sztorikat találnom. Mikor itt volt ez a bankrablás, utána megint megjelent és visszavehettem hozzá, és cirka interjút adtam a bankrablásról. Tehát ez időszakosan válik csak aktívvá kb. Ez nem tudom mi a franc, valakinek valamit el kell vinni, majd elvisszük. És akkor itt van pár olyan, amit nem tudok megcsinálni, mert ugye nem nagyon építettem bázist. Tehát ilyen cargo linkeket kéne csinálnom. Lehet, hogy fogok vele foglalkozni, egyelőre nem tudtam rávenni magam. Ezt egy cipőt el kell vinnem, azt hiszem. Vagy valami cipő volt, vagy valami ruhadarab volt ebbe a dentbe. Na, ezt még meg fogjuk csinálni, ez érdekel. És hát ezek innen már a fő küldetések cirka. Tehát ezek a... Nem, ez is olyan, bocsánat, kell egy ilyen bolygót találnom. Ilyet még nem találtam. Ez is egy ilyen bolygószkennelős cucc, és kb. Ez az Old Neighborhood, azt hiszem ez a fő küldetés szám, meg talán ez. Nem, ez a három, ez ilyen találjak valamilyen bolygót, és ez meg cirka, ezek ilyen mellékküldetések, ilyen aktivitások, ez is időszakosan válik aktívvá. Szóval igazából ez a One Small Step, ez nem is aktív olyan tekintetben, hogy már így cirka lezárult ugye vége, tehát ez az egyetlen fő küldetésem. Szóval a lényeg az, hogy elég jó kiveséztem, kipucoltam a mellékküldetés szálakat. Itt ebben a... városban, ebből a lepukkant városban még meg fogom csinálni azokat, ami ide tartozik, illetve szerintem még ezt a két kalóz küldetéssel egy picit haladok, és ebbe a denbe elutazunk, valahol itt volt, és hát kb. Ennyi, tehát onnantól kezdve, hogy ha időszakosan kapok mellékküldetést, azt majd még csinálom, de lényegében úgy nagyon nem nagyon maradt már olyan jellegű, ami rajtam lóg, és nem csináltam meg, úgyhogy utána már tényleg visszavonhatatlanul is a fő küldetés szállal kell majd haladnunk. Na most még itt volt egy küldetés, azt gyorsan megkeresem, hogy melyik volt itt még ezen a településen, de ugye ilyenkor szoktam azt csinálni, szóval sajnos, hát kénytelen vagyok azt mondani, hogy mondom, vagy én vagyok seghülye, vagy a küldetésrendszer, azt mondom, hogy minden célpontot mutasson, a térképpel megnézem, hogy ahol vagyok, ide elvileg mik a közeli feladatok, és aztán majd megpróbálok rájönni, mert itt igazából, ez most rohadt szarul jelenik meg, igen, nagyon jó, ezt adta ugye most a csaj valószínűleg, illetve ide is szól egy ilyen. De az a jó, hogy nem a küldetés nevét írja ki, hanem a feladatot írja ki, hogy mit kell csinálni. Tehát még egy fokkal szarabb, hogy te rájöjjél, hogy ez melyik küldetés. Úgyhogy elvileg ezt ott láttam az előbb, ezt kell megcsinálnom, illetve aztán még ide eljövök. Na hát eljöttem ebbe a... Hát ez is egy ilyen fegyverboltszerűség. És itt ilyen bizalmas iratokat el kellett helyezni ebbe a ládába. Most ez elég érdekes volt, mert eleve az ajtóhol bejöttem, ott csak a csajnak a kulcsával lehetett bejönni. Tehát ki kellett zsebelni lent a boltos csajt, az ő kulcsával tudtam bejönni. Aztán még ezt a dobozt is fel kellett törni, és akkor ez tök üres volt. Ebből jöttem rá, hogy az inventorimban volt egy tárgy, azt kellett ide berakni. És akkor most elvileg ez megtörtént. Hát most ez biztos marha korrekt dolog, most ezekre ráhúzzuk a vizes lepedőt valamivel, gondolom betámadjuk őket, ami nem jogos. Ja, és ez meg közben folyamatosan követ. Ennek azért örülök, mert ez elvileg a rangeröknek valami embere. Hát én azóta itt nem egy, nem két ládát kiraboltam, nem olyan nagyon hagyja meg. Tehát itt közben zsebtolvajkodtam, hogy más nem mondjuk a csajnak el kellett lopnom a kulcsát, különben nem tudtam volna bejönni, tehát ennek. Így effektív mindent kiszedtem a zsebéből, meg neki is. Úgyhogy nem nagyon hatotta meg, tehát ennyit az erkölcsbajnak a rangerekről. Ja, most ezzel nem kell beszélnem. Jó, hát akkor visszamegyünk. Na, visszajöttem, leadtam a küldetést, hogy megszereztem ezt a, illetve elhelyeztem ezt a kompromitáló információt. Már kapom is a következőt. Most egy ilyen keycardot kell ellopni. Kicsit olyan, mint ez az ilyen tolvajgilda, nem tudom, Morrowindbe. Nem túl szimpi ez a csaj, de elvileg ez nekem való gild, hogy szét kell lopni a világot. És egész jó pénzeket ad már most. Az is adott vagy 5000 kreditet. Az XP-vel nem nagyon szórják rommá az embert. Engem az idegesít inkább egy kicsit, tehát... Szóval igazából az a baj, hogy ez pénzzel megdobál, az nagyon király, mert egész jó krediteket adnak már itt-ott-amott, de
iszonyat jó fegyvereket, meg ruhákat lehet találni, amit nagyon jó pénzért el lehet adni, tehát konkrétan 4 millió felett van már a pénzem. Ugye az űrhajómat megcsináltam, ott egy eleve egy kicsit túltoltam az összeget, messze nem kellett annyi, mint amennyit tippeltem, viszont az XP-kkel nem nagyon szórják az embert, nagyon óvatosan bánnak a skill pont elosztással, még mindig van 12 tartalék, 157. szintű vagyok, most a farmolást ezt egy jó ideje befejeztem, tehát csak úgy fejlődik a karakterem, ami normál küldetés haladással fejlődik, és ez nem túl sok, tehát ilyen 100-200 XP-ket adnak, ez lófika. Úgy, hogy a következő szintlépéshez kell 20 000, tehát ez nagyon nincs jól balanszolva. Lehet, hogy még nagyon a játék elején vagyok, és később fognak 1-2-3 000 XP-ket adni, de szerintem ez rohadtul nincs jól belőve, tehát itt azért bőven kéne 3 000 XP-t kapni egy küldetésért, vagy ilyesmi. Tehát azt, hogy 100 XP-t, tehát ne vicceljünk már, tehát megcsinálok 10-et, akkor az 1000, tehát kell csinálnom 200 küldetést, egy szintet lépjek, nem gondolhatjuk ezt komolyan. Tehát ez picit el van cseszve, hogy őszinte legyek. Tehát sajnos, azt kell, hogy mondjam, többé-kevésbé, ha valaki korrekten akar fejlődni, szintet lépni, és a karakterét relatíve magas szintre felhúzni, és sok skill pontot elosztogatni, akkor majdhogy nem muszáj, mármint a korai szakaszban, muszáj karaktert boostolni, külön XP-t farmolni. Nagyon nem reálisak ezek az XP értékek, hát majd kiderül, lehet, hogy később az lesz, hogy tényleg dobálják itt az 5000-es XP-ket, de nem hiszem. Azért mondjuk, amikor egy ilyen küldetésszálat végigcsinálok, tehát ilyen 15 lépésből áll a küldetésszálat, szerintem egész nyugodtan megdobhatna egy 10 000 XP-vel, és akkor egy fél szint lépés, vagy ilyesmi, tehát nem érzem reálisnak ezt a 100 XP-t, azt se tudom, hol vagyok. Na jó, hát szóval megyek tovább. Most akkor ezek adtak még egy tolvaj küldetést, meg még ugye egy másik volt ott a... Ja, természetesen nem ott kellett leadnom a küldetést, ahol az Aquila City volt, hanem vissza kellett jönnöm Neonba. Most meg majd vissza kell mennem oda. Úgyhogy kicsit még itt ugrálgatok, kicsit még pár mellékküldetést megcsinálok, és aztán akkor visszacsapunk a fősodrásba ismételten.